egal. Ja, ja, ja. Elmegyünk egy testhőmérséklet csekkolásra, aminek az lesz a lényege, ha minden jól megy, akkor hazaengednek bennünket még ma délután 14:45-kor indulunk, úgyhogy a szoba egyébként nagyjából kész, egy katasztrófának tűnik, de rendezett káosz, inkább így mondanám. Úgyhogy a kamerát oda nem vihetem magammal, reménykedjünk. Kettő órás várakoztatás után végre elmondták, hogy mehetünk haza. Vége az idegesítésnek, vége mindennek, vége ennek a szerződésnek. Úgyhogy befejeztem a pakolást is, és irány haza. Most még várunk, van egy óra hosszánk, utána még átnézik a csomagokat, átvilágítják a csomagokat, és háromkor ülünk a transferbe. Találkozunk nem sokára. 2 hours later. Megvan az összes aláírás. A következő, hogy a srácok segítenek a lányoknak, és becsomagolni a cuccokat. Átnézték. Úgyhogy indulunk. Na hát srácok, elindultunk haza, hozzuk ki a bőröndeket. Elköszönünk ettől a gyönyörű hajótól. Utolsó goodbye. Úgyhogy a következő állomás. Hello. Úgyhogy a következő az röptér, van 35 fok meleg. Hú, és hogy szuszogok? Beparásodik a szemüvegem. Ugyanúgy. Hogy érzed nekem magad? Nekem minden nem pár. Hogy érzed magad? Szia, hajó, szeretlek! Oh. Szia! Tényleg szeretem. Na, hello mindenki, megérkeztünk a röptérre. A csapat egy része. Az első fele, két kocsival kellett vinni, mert úgyse férünk el. Most megkeressük, hogy hol fogunk becsekkolni, aztán elidézzünk egy kicsit. Hello! El is kezdjük az első utat. Hanoiba, Da Nangból. Ricsi, most menő vagyok, most megyél. Thank you.
Az első úton túl vagyunk. Most megyünk, hiszen újra be kell csekkoljuk, fel kell vegyük az összes tuccot. Jaj, és újra becsekkolni. Pick up. Megvan minden. Megvegyük a többieket, és becsekkolunk újra. Na, tehát az a helyzet, hogy plusz súly van, és hirtelen a kilók megnövegettek a... Jaj, elzsibott a lába. Hirtelen a kilók megnövekedtek az első repülőút alatt, úgyhogy most konkrétan így néz ki. Ja, én már kifizettem a plusút, ami 100 ezer forintomba került, ahogy már egyszer elmondtam, de most a lányok helyzete, hát... Robiszen... Bocó, 1500, Eledo... Szegény lányok. Nagyon jó, utaz Emirates-el. As we have a full flight, we would like to proceed with an on-time departure, thank you. Tehát az a lényeg, hogy felkerültem a dubai gépre. Borzasztóan procedúra volt ez az egész fizetéssel mindennel. Plusz szegény kollégáimra rájáradult, hiszen kipakoltattak velük a harmadjára az összes cuccot a kézipodgyászból, ki kellett dobálniuk újra mindent. Úgyhogy szegények nagyon készen vannak már csak azon imádkozom, hogy felkerüljenek a gépre, ugyanis megvárni se tudjuk. Ugyanis megvárni se tudtuk egymást, mert olyan erőszakosak. Na mindegy, úgyhogy borzalmas újracsekkoláson túl vagyunk. És hát én, szegény társaimat itt ülnének mellettem, de még sehol nincs senki, úgyhogy egy kis pozitív dolog, egész jól néz ki ez a repülő, még itt az ekonomi osztályon is, az első osztályon kellett keresztül jönni, hát mit ne mondja, de azért az se rossz, itt körbenézünk. Kíváncsi leszek az ételekre, az ételek minőségére. Elég nagy hely van a lábunknak, ahhoz képest, hogy az előző reptéren, az előző repülőnél milyen kevés volt. Elég kényelmesen elférünk. Ops, el is rúgtam a cipőmet. Elég kényelmesen elférünk, már be is készítettem. Kaptunk külön fülhallgatót, kaptunk külön takarót, de jobb szeretem a sajátjaimat hozni. Laptopom, elektronikai cuccok, amiket felhozhatunk a hajóra, a telefon, hard drive, a laptophoz, füles, saját füles, a többi. Elég jól néz ki ez is, nem tudom micsoda. Á, külön pohártartó. Akkor mi van még itt, ha lenyitjuk. Külön kis asztalka. Nagyon jó. Füles töltő, nagyon szuper. Külön a kis panel, ahol nagyon sok minden, az előző repülésből adódóan úgy gondolom elég sok mindent látunk majd. Pont itt is van a airshow és kamerák. Most szerintem pont nem fogunk látni semmit, amíg nem indulunk el, de majd útközben veszek egy pár dolgot.
leszünk 12 fokban. Milyen 12? Nem tudom, hány fok van, de hideg. Na mindegy. Menjünk a csomókat felvenni, és utána találkozunk a családdal. Izgalmas lesz. Meglátjuk. Több változás is történt, mióta elmentünk innen. Ingyenes lett a kocsi a cuccoknak, és valamilyen EU-s automatikus paszportcsek lett, úgyhogy beninzálódunk. Most felpakoljuk a dolgokat kocsikra, egy utolsó ölelés, és aztán meglátjuk, hogy hol van a család. Ja. Istenem! De ne gyere már! Hello.